napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. És abban reménykedem, hogy akkor most egy nagyon hosszú sorozat veszi így kezdetét. Egyrészt szerintem a többiek nevében is beszélhetek, abban a tekintetben, hogy sokkal jobb úgy beszélgetni egymással, hogy közben még vannak rajtunk kívül mások is, és van közvetlen visszajelzés. Másrészt pedig ez egy ilyen műfaj, szerintem közönség elővaló műfaj, úgyhogy nagyon reménykedem abban, hogy ez egy hosszú életű dolog lesz. A bemutatkozással folytatom, Paprika Kinga. És innentől fogva az eredeti négyes, majdnem azt mondtam, hogy nagy négyes, de csak inkább simán csak négyest mondok. Csintalan Sándor. Aki nem tudom, észrevették-e, lefogyott, és a lába is megjavult. Úgyhogy nagy dolgokat érünk el. Dévény István. Akivel most helyet cseréltünk, mert hogy Pista kérdezte, hogy nekem mindegy, hogy műsort vezetek, vagy okoskodok, és azt mondtam, hogy én jobban szeretek egy kicsivel műsort vezetni, úgyhogy ő neki meg mindegy volt, és hát akkor most így ültünk le. És Konok Péter. Én egy nagyon szomorú témával kezdeném, nem is tudom, azzal a témával, amit Pista utoljára írt a levelező listára, és pedig a népesedést, ami népesedéssel kapcsolatos, nem, mind nevetnek, valami vicces volt ebben? Nem, most csak rosszul vagyok, mindkettőtöktől, igen? Ja, itt van a mikrofon. Jó. Tehát rosszul vagyok mind a kettőtöktől, csak ennyi történt. Miért? Már is. Csináljatok gyereket, az kész. Hát állandóan beszéltek erről a históriáról. Jó, nem csak de beszélni így kell róla, de mi, azért, mint? Mert... Lefetyelni, és közben nem gyereket csinálni? Vagy hogy? Mi ez az ítélkező hang, nem Sándor, a kizárólagos lefetyeléssel okay. Szemben? Én hajlandó vagyok arra, Sanyi. Ugye, mindjárt beszélünk mindenféle... Várjál, Sanyi, az jutott eszembe, hogy nekem azt írta egy kommentelő, hogy csak gender téma ne legyen, és egyből ezzel a lefettyel. Szerintem bele csaptunk a sűrűjébe. Jó, komolyan mondom egyébként, a páromat tanulom. Most, amikor láttam, hogy na megint most akkor a gyerekcsinálásról lesz szó, és akkor itt miért csinálnak gyereket, meg miért nem, meg és akkor jönnek a panelek, hogy akkor az emberek elmennek, meg nem akarnak, meg nem tudom mi. Az a helyzet, én nem tudom, hogy ki hogy van vele, én emlékeim, ezt már annyiszor elmondtam, már unom magamat is, én emlékeim szerint soha, amikor ez a dolog előkerült, nem foglalkoztam a jövővel, nem mint hogy olyan baromi, gazdag családból származtam volna, és valaha, valamikor én is úgy gondoltam, mint ahogy ma is egyébként az öm úgy gondolja, hogy az életében nem lesz lakása. Az első két gyerekem egy ilyen félkomfortos másfél szobába, fürdőszoba, lavor, ebbe született. Az a helyzet, hogy én szerintem ez egy súlyos mentális probléma. Tehát én nagyon fontos dolognak tartom, és egy nagyon nagy kihívásnak, hogy itt ennek a nemzetnek sok tagja legyen. De ez nem statisztika kérdése, ebbe tényleg mélyen bele kellene menni. Egyrészt én szerintem ez döntően, de a személyiségfejlődés szempontjából is abszolút egyéni, pszichológiai kérdés, mentális kérdés, és a nemzet szempontjából is mentális kérdés. Amikor az emberek túlnyomó többsége szarul érzi magát abban a világban, amiben él, tele van félelmekkel. Pillanat, Sanyi, hadd szólja közben. Akkor nem szívesen csinál. A századfordulón 100 nő, 580 csecsemőt szült. Igen. Trianon környékén 100 nő, 380-at, ha nem tévedek az adatokkal. Igen. És most pedig 100 nő, 141-et. Ami ugye nem elég arra, 210-et kéne szülnie 100 nőnek, ahhoz, hogy reprodukáljuk önmagunkat. Ebben neked igazad van. Tehát, hogy ne fogyjon a nemzet. Márpedig ugye az elmúlt 30 évben 9%-kal csökkent a népesség, és 40%-kal csökkent a csecsemők, tehát a szülések száma.
40% a brutális adat, és ez, én egyetértek veled, hogy ez egyébként mentális kérdés is, csak az a baj, hogy úgy látom, hogy egyre inkább gazdasági kérdés is lesz. Ugye ide egyrészt a századforduló környéken sokkal több gyerek halt meg, és nem élte túl az első két évet, mint manapság, ez az egyik dolog. Másrészt a századforduló környékén emlékez, most volt ugye 100 éves a lassan most már a második világháború befejezésének ugye 100. évfordulója van. Abban az időben azt gondolta mindenki, legalábbis itt Közép-Európában, a Habsburg Birodalomban, hogy ez egy, hogy a világ szép, most nagyon leegyszerűsítve. Nem tudom, olvasták-e azokat a könyveket, amelyek a 13-as, 12-es, 11-es, 10-es évek sajtóját, meg kultúráját emlékeztek vissza akkori citátumokból. Az emberek jellemzően azt hitték, hogy boldogok, és valószínűleg azok is voltak, meg rájuk szakadt az ég. Aztán, hogy ezek az összefüggések nincsenek vizsgálva, és mindjárt befejezem. Ugye a második világháború utáni statisztikákat is szokták ilyen-olyan összefüggésben, meg Ratkóval, meg ezzel-azzal összehozni, miközben azért arra mindenki elfeledkezik, hogy két világháború utáni pokoli szörnyűségek után az emberek egyszer csak szerettek élni. Mert látták mindazt a szörnyűséget, amit a század akkori része maguk mögött hagyott, és az emberek boldogok lettek, és csináltak gyerekeket mindenféle politikai rendszertől függetlenül. Azon kívül még egy dolgot hagy tegyek hozzá, ami teljesen evidens, és azóta sincs rá válasz, hogy ahol nagy szegénység van, sok gyerek van, ahol meg nincs szegénység, ottan meg hát a kapitalizmus gyermeket szabályoz. Egyetlen nagyon durva földszabályozó dolog volt a föld tulajdonlás. Ugye tessék vissza olvasni Kodolányit, meg a két háború közötti Magyarországról. Akkor tört ki az egykézés, Horthy ide, Horthy oda, meg a nagy családpolitika ide, meg oda, amikor az öröklés úgy volt, hogy egy gyereket volt érdemes csinálni, mert különben a föld elveszett, és akkor lett a nyomor. No szóval, én ezt gondolom, hogy döntően a valóság, arról kéne beszélni, hogy mi bajunk egymással, és akkor több gyerek lenne. Ezzel az a problémám, bocs, hogy tehát csomót tökörészhetünk azon, hogy mikor volt jobb, meg mitől lesz több gyerek, meg mitől nem lesz több gyerek, meg mire gondol az ember ugye nemzés közben a nemzetre, vagy éppen a saját élvezetével foglalkozik, a csókra. Vagy egyáltalán mivel, vagy a csókra, csókszor csók, ja Istenem, ez gyenge volt. De hogy igazából nem tudom, tehát amikor most megint erről beszélünk, fontos beszélni, mert megint előjött, megint ez egy fontos, mindenki most éppen erről beszél, mert jöttek ezek a kretének, és megint elmondtak néhány irdatlan mondatot ezen az amúgy is nevetséges konferencián, amit most már lassan minden évben megrendeznek. Mert úgy csinálnak, mintha nekik valóban lenne egy olyan családpolitikájuk, hogy mint őket valóban érdekelné egyébként az, hogy most lesz-e több gyerek, vagy nem lesz több gyerek. Igazából ez marhára nem érdekli őket. Nekik ez egy hatalmi játék. Egy szlogen nagyjából annyira érdekli őket, mint egyébként a menekültek kérdése, hogy lehet ebből a saját, hogy mondjam, nem is a rendszerüket, mert a rendszerük már elég erős, a saját valamilyen szintű legitimitásukat, útkereszteződés, vagy mi volt az a szó, amit így elszokás? Útelágazódás. Na, az útelágazódás milyen jól megy nekem viszont. Szóval igazából, én azt mondom, hogy gumicsont, szerintem nincsenek ennek a rendszernek, nincsenek gumicsontjai, meg semmi nem gumicsont, hanem minden összefügg mindennel. De inkább abban a kontextusban érdekes ez, hogy megint hogy akarnak embereket egymásra úszítani, hogy akarnak beleszólni egyébként a legszentebb magánügyünkben, amire azt mondja ez a, már nem is tudom melyik, a kövér, vagy nem a kövér, a Kásler, vagy az közügy. Hogy lenne már közügy? És amiről egy csomószor beszéltünk már, ezen jó össze is szoktunk veszni, úgyhogy szerintem bedobom, mert hát, ha üvöltözünk egyet, miért baj az, hogy fogyik a magyar? Na akkor erre hadd csapjak le, miközben a saját közügyemet gyorsan így nem teszem közszemlére. Egyrészt a statisztikák nem erősítik meg ezt, amit mondasz, Sanyi, sajnos, mert az én egyébként viszonylag felszínes információim szerint a gyerekvállalási hajlandóság igen alacsony volt a nagy gazdasági összeomlások idején, vagy hát a nagy összeomlás és az azt követő kis összeomlások idején, tehát 20-as évek, 30-as években, és amikor kitört a háború, akkor hirtelen megugrott a házasságok és a gyerekvállalás aránya is, amiről most találgathatunk, hogy pontosan miért, de nem tudjuk egészen precízen meghatározni, hogy ez mi volt talán, pont az, hogy a perspektíva eltűnt, tehát hogy mondjam, lebukni látszott a horizonton annak a lehetősége, hogy majd lesz egy alkalmasabb idő, és belátták, hogy nem, vagy tudja a fene. Nyilván itt időközben nagyon sok minden történt. Egyrészt ugye történt, megesett véletlenül, csak hogy egy újabb szörnyű szó vicceléjek, a modern és posztmodern fogamzásgátlásnak a feltalálása és közkincsé tétele. Bocs, mi az, hogy posztmodern fogamzásgátlás?
az az úgynevezett kelemföldezésnek a kizárása. De most tegyük túl meg. Kelemföldezés. Végre valami új, posztmodern fogamzásgátlás, amikor a kelemföldezés felvetésére az asszonyok gondolkodás nélkül vágják rá, hogy akkor te most kiszállsz ebből az ágyból. Ez egy másik kérdés. Szóval, hogy egyrészt ugye van az, hogy hozzáférünk, aki szerencsés, hozzáfér fogamzásgátláshoz. Ez egyébként egy nagyon komplex probléma önmagában véve is. Egyébként a csúf emlékezetű Balogh miniszter nyilatkozta, hogy Magyarország bizonyos régióiban születik elegendő gyerek, csak nem a megfelelő családokban. Szóval azért a népesedés politikának van egy ilyen aspekt. Is, illetve hát mindig van egy nagyon erős rasszista komponense. Magyarországon nagyon könnyű ezzel ütni körbe a bozótot, mert hogy van annak egy mondjuk 200 évre visszamenő hagyománya, hogy a Herder egyik ilyen naplóbejegyzésében odavetett félmondatra hivatkozva, ami nyilván nem ez volt az oka, ez a nemzet halál vízió, hogy a magyarokat majd itten elnyeli a szlávok tengere, illetve hát arról vizionált Herder nem különösebben nagy jelentőséget tulajdonítva a dolognak, hogy majd egyre kevesebben fognak magyar nyelven beszélni a sok szláv között. Ez ugye nem valósult meg, de ez a magyar nemzeti mozgalomnak, a nemzetállamosodásnak egy fontos, hogy is mondjam, sarokköve volt. Ceausescu mondotta valahogy, azért lesz a Kárpát-medence, aki teleszüli azt, tehát nem csak mi vagyunk bolondok ebben a tekintetben, hogy ilyesmivel ütjük egymást, meg asszonynak szülni kötelesség, a lánynak persze dicsőség. Erről is lehet vitatkozni. Ami viszont biztos, hogy itt van két nagyon erős ellentmondó tendencia. Az egyik az, hogy a Föld továbbra is túlnépesedett, és folyamatosan túlnépesedik bizonyos régiókban, és nem bírja eltartani ezt az embertömeget. A másik pedig az, hogy Európa és Észak-Amerika viszont valóban nem termeli újra, úgy szólván ez az iszonyú kifejezéssel, a saját lakosságát. Tehát valójában ennek a népesedési hisztériának a gyökerét az képezi, hogy fehér emberek azon bepisálnak a rettegéstől, hogy ők egyre kevesebben lesznek, míg mindenki más egyre többen lesz. És ezt a rasszista komponenst ezt nem lehet kizárni. Az is igaz, hogy egyébként Kelet-Közép-Európa az egyetlen olyan régió, ami a 21. században jelentős lakosságvesztést élt meg. Ez az egyetlen régió, ami 2000 óta számottevő lakosságarányt veszített el. Ha csak Romániára gondolunk, több mint 3 millió ember hagyta el az országot. Románia nagy ország, de 3 millió ember akkor is az aktív generációnak egy iszonyú nagy rétege, és ugyanez elmondható Bulgáriáról és Lengyelországról, ahogyan Magyarországról is. Itt elsősorban nyugatra vándorlásról beszélünk, tehát nem arról, hogy nem elég szapora a magyar, bár nyilván hozzávetőleges kérdés, tehát kinek ki elég szapora, hanem arról van szó, hogy ezek az országok nem tudják megtartani a lakosságukat, és akkor jönnek ezek a demagógok, és elkezdik a magamfajtákat, hogy mondjam, szaporább szülésre noszogatni, igen, és a mi szoknyánk alá nézegetve oda dörögni, hogy nem szülünk eleget, miközben valójában arról van szó, hogy sem az életkilátások, sem a gyereknevelés körülményei nem adottak ahhoz, hogy az ember biztosan és jókedvel és felelősen tudjon gyereket vállalni. Arról nem is beszélve, anélkül, hogy azt gondolnám, hogy ez az, ami miatt emberek tömegei nem vállalnak gyereket, de ez a szorongás biztos, hogy benne van az én generációmban, és a nálam jóval fiatalabbakban is, akik már bőven gyerekvállaló korúak, sajnos. Ez csak nekem sajnos. Hogy nem tudjuk, hogy mi lesz itt 30 év múlva, hogy lesz-e még víz, amit igyunk. Nem csak 30-20. Erre mindjárt kitérünk, meg egyebekre is, amit te rasszista felhangnak hisz. Igen, én is oda akartam rátekeredni erre a rasszista dologra. Miért? Én ezt nem látom rasszistának, hogy amikor Magyarországon azzal foglalkozunk, hogy ugye, amit küldtem, az a másik cikk, ez a 2034-ben hogy fog kinézni a magyar társadalom. Hát úgy fog kinézni a magyar társadalom, hogy leszünk olyan 8,5 millióan. Ugye a Reihert János csinált egy olyan gondolatkísérletet, hogy a jelenlegi állapotokat fogta és meghosszabbította 2034-ig. Hát ha a miniszterelnök úr is ezt csinálja, akkor miért ne csinálhatnánk, ugye mi is. És hát ebből neki az jött ki, hogy 8,5 millióan leszünk, és a 8,5 millió az két részre fog oszlani, nagyjából fele-fele arányban lesznek aktívak, meg passzívak. És ezen a passzívon belül még ugye ott van a cigányságnak is a problémája, meg az előregedő társadalom, mert a cigányságot azért tekintette ő kvázi tömbösen passzívnak, mert hogy jelenleg is az, ha ezt meghosszabbítjuk, akkor a nagyobb lélekszámú cigányság is valószínűleg passzív lesz. Most gazdaságilag ez Magyarországon olyan a foglalkoztatási esélye a magyar cigányságnak, és olyan irtózatos hátrányokat szenved el az oktatásban. De ezt mondom, figyeltet, hogy ezt mondtam. De most nem kell őket megvédeni, pont ezt mondtam elő is. Nem megvédem őket, csak mondom, hogy a probléma gyökere itt az,
hogy az ezt oktatásban és a munkapiacon olyan hátrányokat szenvednek el Magyarországon a cigányok, és általában a kisebbségiek, hogy tömbösen, úgy szólván nem tekintjük őket foglalkoztathatónak. Ez hát valami, nem. Amivel pillanatok alatt lehet kezdeni. Na de ezt mondja ő is, tehát nem hallgattál végig, látod? Egy sokkal jobb műsor azért tűnek lenni, hogy azt végighallgatják a többiek. Tehát, hogy most már értem Pörzsét, hogy vére. Tehát, hogy ő is ezt mondja ebben a tanulmányban, hogy és ezt a tömbösen passzívnak tekinthető cigánysággal valamit kezdeni kell, és oktatás, hozzá kell nyúlni a témához, mert baj lesz, mert hogyha passzívak maradnak, és a 2,5 millió nyugdíjassal együtt alkotják ezt a nagy 50%-os passzív tábort, akkor baromi nagy bajba leszünk, nem 2034-ben, hanem konkrétan, már hamarabb. Konkrétan na most, a nyugdíjasokat nem lesz, aki eltartja. Hát nagy, össze fog omlani az állam gyakorlatilag, de a nyugdíjasokkal együtt, mert nélkülük nem lehet összeomlani. Szóval, hogy én azért nem tekintem ezt rasszista kérdést. Ne csináljátok most velem. Aki kitermeli a jelenlegi nyugdíj. A társadalom biztosításra. Menjünk vissza arra. Te értetlenkedni, itten a több, vannak itt még nyuggerek rajtam kívül. Mi az, hogy eltart? Most tényleg? Most Dévényi, te azt gondolod, hogy én el vagyok tartva? Bocsánat, rosszot mondtam, de a jelenlegi nyugdíjrendszer ugye úgy épül fel, hogy az aktív rész... A mindenkori nyugdíjrendszer mindig még egyelőre idáig a társadalom biztosítás. Mindenhol van itt, de mi így is maradunk, akkor pedig ezt kell mondani. Én tartsalak el téged, vagy hogy? Hát egy év van különöztünk, úgyhogy nem hiszem. Engem el fog következni bármi. Hamarosan. Jó, szóval, hogy én ezt nem látom. Én ebben nem látom a rasszizmust, hogyha most felejtsük el azt, hogy, vagy vegyük ki egy pillanatra azt, hogy a Fidesz kormány milyen módszerekkel, kommunikációval, és kiket támogat, és kiket nem támogat, de magában, abban, hogy valamit tenni kell, én ebben nem látom a rasszizmust. Csak itt a rasszizmus egy sokkal tágabb és globálisabb szinten jelenik meg. Tehát itt tényleg arról az, egyrészt most, amikor 30 évről beszélünk, akkor azért ne felejtsük el, hogy megpróbálhatjuk extrapolálni a jelenlegi helyzetet, és akkor ebből levonni következtetéseket. Gőzünk nincs, hogy mi lesz 30 év múlva. Ahogy a Réka mondta, én majdnem mindennel egyetértettem a Bush emlékezetű Balogh miniszteren kívül, mert szép alliteráció, de most már egy Kásler lassan megszépíti az ő emlékét is. De na jó, de olyan, mint ahogy George W. Bushból szép emlékű elnök igen, lett, igen, nem? Tehát az nem gondoltuk, hogy lesz nála nagyobb kretén. Ezt mindig, soha nem gondoljuk, aztán mindig megszívjuk. De hogy tényleg, hát gőzünk nincs, hogy mi lesz 30 év múlva. Az viszont, hogy a nyugati civilizáció az, hogy visszafogottabban szaporodik, ennek rengeteg oka van. Szerintem már csomószor is beszéltünk róla, a technológia, a fogamzásgátlás, valóban az, hogy a kisebb családok hogyan működnek ebben a fajta kapitalizmusban, és ennek van egy másik oldali, amit tudom én, amit harmadik világnak hívtunk régen, most már második világ nincs, úgyhogy nem is tudom. Hívjuk perifériának, most halt meg Wallerstein, aki ezt kidolgozta, emlékezzünk meg legalább ennyiben róla. Amikor globálisan azon tökörészünk, hogy fogy a magyar, ugyanakkor az egész emberiség meg irdatlan mennyiségben szaporodik, és ez a bolygó nyilvánvalóan túlterhelt, akkor nem egoista közel, nem is feltétlenül rasszista, egyébként rasszista alapokon fogalmazzuk meg, mert azt mondjuk, hogy fogy a magyar, hát mi az, hogy magyar? Egyáltalán tessék magyarokat csinálni kultúrával, tessék magyarokat csinálni oktatással, erről végül is beszéltetek, meg tessék magyarokat csinálni nemi szervekkel is, csak azt ne a kormány próbálja erigálni, illetve nedvesíteni és összeilleszteni, és ne ők próbálják kézbe venni a dolgokat, hogy már tényleg maradjunk a sikamlós területen, hanem basszus, tegyék kívánatossá a gyerekvállalást, baromi egyszerű, mindenki ezt mondja, nyilván senki nem mond mást, de ne azzal, hogy ilyen szentfazék, beteg, 19. században is már elavult hülyeségeket mondanak arról, hogy ja Istenem, jó, tényleg jó, hogy nem zünk turult, vagy... De tényleg őszintén, nagyon világos módszertana van annak, hogy hogyan lehet egy megvalósítható projekté tenni a gyerekvállalást, és nem beavatkozni abba, hogy a családok és az emberek egyéni szinten mit döntenek. Magyarországon az oktatási rendszer valójában javarészt már összedőlt, és a romjai alatt még az esővizet isszák azok, akik benne vannak. Az egészségügy kétségbeejtő helyzetben van, erről sem kell szerintem nagyon részletesen mesélni. A szociális biztonság tulajdonképpen nem létező fogalom egy nagyon vékony rétegen kívül, azok számára sem, akiknek egyébként van fix havi fizetése, mert az ország lakosságának igen csekély százaléka tudja magáról elmondani azt, hogy olyan mértékű tartaléka van, ami a
az állandó kiadásaihoz képest legalább egy néhány hónapos zűrös időszakon átsegítené. Na most ilyen helyzetben tényleg irreális elvárni emberektől azt, hogy jókedvel vállaljanak 1 millió gyereket, vagy akár csak annyit, amennyit szeretnének. Én interjúztam lakáshitelesekkel, akik azért nem merték vállalni a második meg harmadik gyereket, akiket szerettek volna, mert nem volt miből, mert alig tudták kifizetni a lakáshitelüket, a vidéki tanítói fizetésükből, tisztességes emberi munkából, X diplomával. Tehát nem arról beszélünk, hogy emberekben nincsen hajlandóság. Nem arról beszélünk, hogy csak akkor lehetne ezt működőképessé tenni, hogyha mindenki most azonnal neki látna hármasával szülni a gyerekeket, lehetőleg többet éveket, hogy azért a beltenyészetet mégiscsak elkerüljük, vagy más hasonló kretén terveket még be lehet dobni ebbe a fazékba, hanem lehetségessé kell tenni, és meg kell teremteni a peremfeltételeket. Azt is látjuk, hogy ahol bármennyire lehet ezekkel a tendenciákkal felvenni a versenyt, vagy a harcot, azok az országok, ahol egyébként a nemek közötti különbségek jelentősen alacsonyabbak, mint nálunk. Tehát az a fajta genderharc, amit ez a kormány meghirdetett, a nők visszaszuszakolása a konyhába, retorikailag és gazdaságilag is, az kontraproduktív, az kevesebb gyereket eredményez végül a statisztikai szinten, tehát még a saját érvelésüknek is ellentmond az, amit valójában a gyakorlatban csinálnak. Én ehhez se értek, csak annyit hagy tegyek hozzá, hogy úgy tűnik, hogy jelenleg ott van nagyon sok gyerek egyébként, ahol a család biológiai túléléséhez sok gyerek kell, nagy a gyerekhalandóság, Kína, India, stb. Egyébként a kínai állam se tudta csökkenteni valójában a gyereklétszám gyarapodását Kínában, ez az egyik dolog, nem igazán siker, egyáltalán nem, hát ma már kiderül, hogy az egész egy nagy kamu volt. Tehát az állam ott akaratoskodott, de nem tudott csinálni valójában semmit. Egyébként a cigányság, a roma társadalom családhoz való rettenetesen erős kötődésének is az egyik nagyon fontos motivuma a család túlélési esélyeinek valamilyen módon való megtörténése, vagy megteremtése. Egyrészt igen, a család érzelmileg is kötelék, meg szociálisan is kötelék. Azóta van ez a közhelyés teljesen nyilvánvaló, amióta a kapitalizmus valahol létrehozta a jóléti államot, és ott azért valahol limitálódtak a gyerekszámok, de egy dolog biztos, hogy a kövér parancsára az ember nem, hogy gyereket csinál, hanem elmegy a libidója. Ez, hogy kell valamit csinálni, ettől vagyok a legjobban ki, hogy valamit csinálni kell. Igen, el kell mondani, ilyen parancsokat kell kiosztogatni, meg ilyen társadalmi hangulatot kell teremteni. Egyébként a csok az jellemzően a jól menő családok arbitrázs ügylete. Fölveszik a pénzt, majd utána elviszik, és állampapírt vásárolnak belőle, majd ha egyébként meg se születik a gyerek, akkor egyébként jó haszonnal csináltak egy befektetést, bár most a forint romlik, ez nagyon érdekes lesz, hogy ebből mi fog kijönni. Jó, nyilván vannak kivételek is. Tehát az, hogy kiáll az állam és veri a mellét, hogy csináljatok gyereket, ettől nem lesz több gyerek, semmilyen módon. És ráadásul miután a nemzetről beszélnek, eközben egyébként minden magyar állampolgárt egymás ellen fordítanak, és az embernek a kedélye, a hangulata és mindene rossz lesz, azon kívül meg, hát ne viccelődjünk már, én tényleg most napok óta itt beszélgetünk erről, úgy visszaemlékszem, abban az átkos izében, amikor általános iskolás voltam, hát nagyjából 8 órára bementem iskolába, 1:30-kor otthon voltam. Milyen szocioemocionális állapotban lesznek azok a gyerekek, akik naponta 10 órát töltenek egyébként az iskolába, teljesen értelmetlen és fölöslegesen olyan intézményekben, amelyeknek jó részt egyébként még az iskola nevet se adnám ma már. Mert ez a baromi nagy nivellálás, amit kitaláltak, az annyit történt, hogy a jó iskolák szarok lettek, a szarok megemlettek jobbak. Tehát én azért azt gondolom, hogy amúgy meg ráadásul azért a nyugati társadalmak egy részében, és ez azért így nem igaz, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok ilyen születési számai, vagy mit tudom én, azok egyáltalán nem katasztrofálisak, mint hogy a franciák se, meg az északi államok se. Tehát azért hagyjuk már ezt a halódó nyugatot meg. Valószínűleg egyébként a jóléti társadalomban van ennek a dolognak egy limitje. Azon kívül is itt van igaza a Kingának. Én már sajnos nem fogom ezt megélni, pedig baromi kíváncsi. Mindenben igazad volt egyébként, csak amikor vitatkoztál velem, akkor meg csak a Cseh-2-t hallgattad. Mert én nem mondtam ilyet. Én azt mondtam, hogy a második világháború után valószínűleg addig lett sok gyerek, mert olyan boldogok voltak az emberek, és úgy felment a libidójuk attól, hogy túléltek két poklot,
És ez nagyjából ez volt a baby boom. És az első világháború előtt meg mindenki azt hitte, hogy a boldogság szigetén él. De ezt most tegyük félre. Azt olyan ritkán csak... hallom egy férfitől, hogy igazam van, hogy most hazamegyek, és csinálom. De hát nem viccel, elég tőlem biztos, hogy nagyon sok. Jaj, Kinga! Én már számtalan, én valószínűleg többször adtam neked igazat, mint bárki meg egyáltalán. Egyébként ebben a műsorban többször is mondtuk, hogy egy csomó gyerekednek kéne lenned. Tehát ja nem, mert az nem jön ki, de szóval azt hogy azt akartam csak kinyögni, hogy ez, ami itten zajlik családpolitika címén, és akkor csak egy apró megjegyzést hagyd tegyek, annyira kikívánkozik bele, hagyd mondjam el. Milyen konferencia az, ahol nem lehet hozzászólni az előadásokhoz? Nem tudom, azt hallották-e. Állítólag itt egy konferencia volt. De egy, nem lehetett hozzászólni, nem lehetett kérdezni. Hát jó, csóválhatod a fejed. Ez egy nagyon egyirányú utca, nagyon jól lehet, hogyha az embernek erős a libidója, és baromira nem szereti, hogyha valamit kérdeznek tőle, akkor az ilyen konferenciákat baromira szereti. Micsoda kérdések lettek volna. Azt szeretném megkérdezni a miniszterelnök úrtól, hogy hogy jött rá ezekre a dolgokra, nem? Tehát, hogy... Tehát vannak ilyen konferenciák, de az teljesen világos, hogy ez nem egy tudományos konferencia volt, hanem itt előjön egy csomó, tényleg egy csomó lunatikus. Tehát megnézi az ember a résztvevő szervezeteket. Miért vagy ilyen megengedő? Mert egy csomó lunatikus jött, hát meg izé, meg szemétládák, meg gazemberek. Persze, mindenféle figurák jöttek. Azért, hogy körbe táncolják magukat. De tényleg, hát mondom, ha bármilyen, akár szociáldarvinista, bármilyen, hogy mondjam, eszméket keresünk-e mögött, az egész mögött, amit a Fidesz családpolitikának hív, akkor nem fogunk találni lószart se. Lózungokat találunk, tényleg a lózungokat, amik arcpirítóak, vagy 3 millió ember imádja ezt a dumát, Péter. Várjál, nem pont ez a lényege, ezek a lózungok, ezek hatékonyak. Pont te beszéltél róla, hogy embereket... Nem ő csinál gyereket, embereket, csinálja te. Nem érdekli őket a gyerek. Valójában ez a lényeg, ez nem azért nem családpolitika alapvetően, mert nekik valójában nincs olyan víziójuk, hogy ők most teleszült Kárpát-medencét akarnak, meg annyi kis Kásler, Miklós, meg Kövér László, mint a hét törpe sorjázik az iskolába, tök egyformák, és reggel felmondják a hiszek egyet. Valójában ez csak egy szöveg, ez csak egy kamu, nem érdekli őket. Ami érdekli őket az az, hogy a hátralevő megadatott időben, amíg el nem tudnak menni a falig, hogy mi fogja ezt majd megszüntetni, nem tudjuk, hogy mi fogjuk-e megszüntetni, az meg valószínűtlen sajnos, de addig ebből minél többet kitermeljenek, minél inkább beássák magukat. Ez a családpolitikájuk, ez a csok, igen, baromira igaz, igen, a csok, az annak a felső középosztály rétegnek, ami egyébként nem igen van, meg mit tudom én, de úgy gondolják, hogy van ennek kedvez. Hát ezt most látjuk, igen, azért ez egy szavazói réteg, egy stabil szavazói réteg. Péter, szerintem tényleg ezt már tényleg sokszor megbeszéltük, és nagyjából mindig egyet is szoktunk érteni abba, hogy ami most van, az nem jó, meg nem baromság, ezért. Bár egyébként szerintem a Fideszben sokan hisznek benne, hogy igenis ez egy jó politika, amit csinálnak, hogy az... Na mindegy, szerintem tényleg sokan hisznek benne. Ettől függetlenül az, amit te mondasz, hogy szóval van ez a lózungos egyik oldal, és amit te mondasz, hogy miért lenne baj, hogyha elfogy, jó az hülyeség, miért baj, hogyha fogy a magyar, ne csak nem fog elfogyni, és hogyha ehhez még hozzáteszük, amit te mondasz, hogy ugye, hogy miért turkálnak a szoknyád alatt kormányilag, szerintem az se jó, tehát ezek se jók, hogyha ezeket a nézeteket... Nagyon nem baj, jó, hogyha fogy a magyar. Oké, csak nem csinálják. Tehát miért baj, hogy fogy a magyar, bocsánat, a korfa az világos, nem, tehát nem értjük akarnak... egy nemzeti kategóriát, vagy egy nemzetgazdaság szintjén gondolkodva, meg tudjuk indokolni, hogy igen, a korfa valóban úgy fog alakulni, a nyugdíjak úgy fognak alakulni, nehéz lesz nem eltartani a nyugdíjasokat, hanem nehéz lesz kifizetni a nyugdíjakat, stb. 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 Hát meg könyörgöm, egy olyan országban élünk, ami mindent felzabál. Igazából az, hogy mi a magyar, jó, erről sokáig beszélgethetnénk, meg erről már pár száz éve beszélgetnek sokan, és mi az, ami fogy? Tulajdonképpen ez a probléma. Tehát én nem azt mondom, hogy nem, még csak azt sem mondom, hogy feltétlenül nem baj, ez ilyen kettős tagadásos szerkezet lesz, feltétlenül nem baj az, hogy fogy a magyar. Lehet, hogy baj. Nekem például baromira baj az, hogy kifogy a lassan a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a valódi irodalom. A nyelv az szépen elszürkül, és ezért Vasalbertekkel meg... Ne, de tudom, ne a jelenlegi állapodra húz rá az, hogy hát végülis, hogyha fogy a magyar. Hát most sokan nem érzik jól magukat az országban, nyilván mi ebbe a táborba tartozunk, hát mindenféle okok miatt. Ja, csak én azt mondom, hogy szerintem baj addig, amíg nincs olyan politika, vagy olyan irány, ami azt mondaná, hogy mert ezek nem működnek, ezt látjuk, tehát ez a valóban ez a támogatós, de ez nem megy. Tehát ebből nem lesz több gyerek, viszont lesz kevesebb. De én azt se gondolom, akkor nem megy, hogyha azt feltételezzük, hogy az a cél, hogy több gyerek legyen. Én pont azt feltételezem, hogy nem az a célja.
Hogy nincs ilyen célja. Ez csak szöveg. Meg, hát persze ez ilyen szokásos uniszónó, mert véletlenül pont egyet szoktunk érteni a konokkal. De valóban, hogyha ez az adminisztráció szeretné a gyerekeket, a másik katolikus értelemben, akkor azzal lenne, tehát az lenne neki fontos, hogy a Magyarországon élő gyerekek legyenek azok bárhonnan jövők, bármilyen anyanyelven beszélők, akkor bővítené, mint az őrült az egészségügyi kapacitásokat, iszonyatos pénzeket öntene bele az egészségügybe, és emelni a színvonalat, mint az őrült bővíteni a bölcsődei, óvodai kapacitásokat, amit megint már százszor egyébként, és nem csak ez a kormány oldott meg azzal a húszárvágással, hogy a csoportlétszám maximumát feljebb emelte. Nem, építeni kell óvodákat és bölcsődéket, és tisztességesen kell finanszírozni ezeket a rendszereket, a szociális ellátórendszert fejleszteni kell, és pénzt önteni az oktatásba, amiben egyébként a rendszerváltás óta következetesen egyre kevesebb pénz kerül. Hogyha fontos... Figyelj, ez az, mert mindig egyetértünk, csak én azt mondom, és az nagyon ott maradt a levegőbe, hogy ez a erő, hogy téged rá akarnak venni, meg erőszakkal, mint hogy kvázi erőszakkal, meg hogy turkálnak a szoknyád alatt, én ezt nem gondolom. Nem túl jók, mert nem neked mondják. Nem túl jók, de nekem mindenkinek mondják. Nem túl jók az intézkedések, egy csomó rossz intézkedés van, rasszista része is van a dolognak, mert valóban a cigányságot azt kihagyják belőle, és valóban egy ilyen elképzelt fehér középréteget próbálnak támogatni, és ott próbálják ezt a gyerek vagy baby boomot létrehozni, de én azt nem értem, hogy bárkit is köteleznének arra. Tehát én soha nem értem, amikor ezek a hangok vannak, hogy miért akarja az állam, miért szól bele, miért van ott a hálószobában, de nincs ott. Nincsen explicit törvényi kötelezettség, hogy X-et szüljek X idős koromig, akkor már nincs is semmilyen kényszer meg nyomás, amit valószínűleg nem azért gondolsz, mert rossz indulatú vagy, és nem veszel róla tudomást szándékosan, hanem azért, mert nem téged ér. Itt azért ül néhány nő a teremben, tegye fel a kezét, aki egyáltalán nem érzi ezt a nyomást. Tegye fel a kezét, aki nem érzi úgy, hogy folyamatosan pofáznak neki, hogy hogyan kéne neki gyereket szülnie és gyereket nevelnie. Gondolj bele abba, hogy ezekben a beszédekben most elhangzott megint ez a szingli hordák történet, a jó öreg Mikolát, ezek a marhaságok érintik az én hétköznapi életemet, és minden más nőét is, nem érted? Ezek a marhaságok meghatározzák a közhangulatot nagyon sok szempontból, gyűlöletet keltenek tulajdonképpen. Ezt visszahallod a családodban, ezt folyamatosan hallani fogod a munkahelyeden, örökké csesztetni fognak, hogy mikor szülöd a következőt, vagy miért nem szülted meg még az első négyet. Ezt tanítják a gyerekek. Szeretném jobbnak hinni a magyar társadalmat annál, hogyha Kásler Miklós őrültségeket beszél, az nem jön vissza a munkahelyen meg a családnál. Hát de sajnos visszajön, vagy esetleg a gondolat, majd üljünk le egyszer egy asztal mellé, és elmeséli neked, akár csak a két testvérem meg jó magam, hogy mi hányszor kapjuk meg ezeket, hogy mikor szülsz már, mikor mész férjhez, mikor mész újra férjhez, mikor szülöd a következőt, az először mérkőzőt. Ez a mi családi folyamatos. Pista, bocsáss meg, a miniszterelnök. Ez olyan, mint ez valami, amit te nem érzékelsz, de attól ez még van. Na, és ez semmi ahhoz képest, hogy folyamatosan úgy beszélünk a magyarság újratermeléséről, vagy talán nem mindannyian, de abban expliciten benne van, mondjuk a családtámogatás szintjén, mint ahogy valóban egy képzeletbeli, nem is középosztály, hanem felső középosztályra van szabva a családtámogatás, mint hogyha a magyar cigányság nem volna a magyarság része. A magyar cigányság a magyarság része, ahogyan a teljes magyar underclass, mindenki, aki a létminimum alatt él, is a magyarság része, és nekik nem jut ebből a családtámogatásból, mert nem őket szeretné szaporodni, látni ez az állam. Ugye, és ez nem elfogadható szociálpolitika, soha nem lesz az. Ugye azt mondja a miniszterelnök, akiből minden országban csak egy van. Sajnos emiatt aztán róla kell beszélni, mert a fenének sem volna kedve Orbán Viktorról beszélni különben. Tehát azt mondja a miniszterelnök, hogy az, akinek több gyereke van, ugye az látványosan a gyereke van, az látványosan attraktívan, lényegesen jobban éljen, mint az, akinek nincs. Kivéve, ezt akartam mondani, amit a Kinga mondott, tehát aki anyaborult underclass, meg kivéve a cigányt. Ez ők nem tartoznak a nemzet részeivé. Én azt gondolom, hogy ez tényleg csak és kizárólag a hatalomról szól, hiszen, és nem akarom eldobni ezt a vitát,
Most például ahelyett, és hogyha ez egy a nemzeti ügye iránt el lenne kötelezve, és nem néhány család egzisztenciája iránt lenne elkötelezve, akkor mondjuk például tényleg arról most egy értelmes vitát lehetne folytatni, nem azért, hogy magamat idézgessem vissza, hogy jó dolog-e az, hogy a gyerekek napi 10 órát vannak egyébként az iskolában, nem egyszerűen az iskolában, egy meglehetősen hát eléggé lepukkantott szörnyű intézményrendszerben, a társadalomtól és a családtól elvágva, hogy ez jó dolog-e, és hogy van ennek értelme. És egyébként például a 21. században, itt 19 környékén, arról szintén lehetne egy értelmes diskurzus folytatni, de erről nem hajlandó, hiszen ő operálni akarja mindannyiunk agyát, hogy most mit kéne tanulni. Merre menjen ez az ország egy olyan dilemma közepén, amikor egyébként a Szubafrikában, meg a környezetváltozás miatt rettenetes dolgok fognak történni, és népvándorlás lesz. Tetszik vagy nem tetszik? Lesz. Én sajnos már nem leszek itt, de itt baromi sokan lesznek, és lehet, hogy itt a Kárpát-medencében 100 milliók lesznek, feketék, sárgák, zöldek, kékek, bizony, ez így lesz. 100 millió akárki, rendőr. Hát bizony, jönni fognak az emberek. Kékek. Hát csak hogy mondja, hát te azért költői vagy ennél, te már írtál könyvet is. Tehát mindenféle emberek lesznek, igen. Olyan lesz a világ itt a Kárpát-medencében is, mint a szárnyas fejvadász Los Angelesében. Na ehhez hogy kell? Na ennek hogy menjünk neki? Ez egy kihívás. Hogyan fogja ezt az egyén túlélni, a magyar ember, a magyar egyén, és Magyarország, a magyarok, mint közösség. Adi József Attila, Balassi Bálint Kölcsei közössége, meg az ilyen bunkó, mint én, aki nem tud más nyelven, csak mondta. Magyarul. Mit? Egy nőt sem mondta. Hoffmann Rózsa. Paprika Kinga. Meg, igen, igen. Hoffmann Rózsa. Igen. Hogy fogja túlélni Hoffmann Rózsa? Egyébként tényleg gondolj, mert előfordult ez, hogy szereti-e a kormány a gyerekeket, csak gondoljunk Hoffmann Rózsa mosolyára, na az a kormány gyerek szeretete. De én egyébként, nagyon röviden azért még reagálnék arra, mert de ne tereljél már. Azt mondta, olyan fontos kérdésekről beszéltem, nem most terelek, elkezdesz másról nem terelek, beszélni. Sőt, te beszéltél másról, én most visszatérnék arra, amit a Pisti mondott, hogy a Kásler agymenései azok, te többre tartod az országot. Nem arról van szó, hogy mit tudom én az ország közvéleményére, hogy reagál. Ők ezekkel a beszédekkel, Kölcsei beszédekkel meg, mit tudom én ezzel a évenkénti évértékelőn előadott beszéd, ezek nem úgy programbeszédek, hogy politikai programot hirdetnek, hanem konstruálják és újra konstruálják minden alkalommal a nemzetképet. A nemzetkép egyre kirekesztőbbé válik. Most éppen úgy látszik, az van soron, már ugye máskor is soron volt, hogy például a szinglik, vagy a gyereket nem vállalók rekesztődjenek ki a nemzetképből. A cigányságot kirekesztették már régen a nemzetképből, minden elhangzott róluk. Az underclass soha nem is tartozott bele a nemzetképükbe. Igazából egyre inkább összemegy, a végén ők maradnak egyedül a nemzetkép, de erre lesz szabva minden. Erre a nemzetre van szabva a törvénykezés, erre a nemzetre van szabva az alaptörvény, erre a nemzetre van szabva a tanterv, mindent erre a nemzetre szabnak, vagyis magukra. Megteremtik a kontextuális lehetőséget arra, hogy bárkit kipicsászanak. Mi nemzettagok vagyunk, fenét, Soros bérencek vagyunk, meg mit, minden irányból meg lehet mondani, hogy ki a nemzet, és a végén ott marad egyetlen ilyen nemzettest, egy kicsit pohos, alacsony, göcögős nemzettest, aki rendszeresen pálinkázik, és mindenki ő benne fogja megtalálni magát, mint nemzetben, és ez baromi veszélyes. Oké, csak az... Na, hagyjuk ezekben békén a pálinkát, ezekben csak a egy dolgot, vége. Ne haragudj, Pista, de. Ezt a pálinkát dobjuk ki ebből, jó? Tehát azért ne... Én nem hiszek ebben a pálinka istorja, szörnyű a magyar pálinka, de azért ne dezavuáljuk a pálinkásokat se, jó? Bocs. Nem is szörnyű, én végítom a pálinka forradalmat, egész jó volt. Szóval, hogy akkor ezért nem érzed a társadalmi nyomást. Kimaradt 10 évig. És a sörforradalom, nincs vége soha. Igen. Lehet szóval, nekem is csak pálinkáznom kéne, és nem érezni csomó mindenre megoldás. Okay. Nem, csak egyetlen egy dolga tényleg. Ugye milyen rossz vendég vagyok, de jó. Hogy... Szóval, hogy ezekből a világvége egyenletekből, amikkel így hangulatilag egyetértek, de mindig kimarad az, hogy ez a statisztikailag, mármint választási statisztikailag ez az országnak a fele. Ugye? A másik fele, meg a másik fele, és a másik felében ezek a mondatok, ezek nem úgy fognak lecsapódni. Hasonló mondatokat kap a másik fele is. Hát akkor nem.
Na, jó, de most eljutunk a ízre minden politikust azonnal. Persze, oké, csak tehát azt ne hagyjuk már ki, hogy azért ott van az országnak a másik felé. Azért nem szeretem az ilyen általános világvége képeket, mert ez mindig kimarad, hogy itt van ez a rengeteg ember, akinek meg ugyanúgy herótja van ettől az egésztől. És náluk nem fogják csesztetni azért, mert szingli, hanem még lehet, hogy bíztatni is fogják, mert hogy mindenki próbál ellene menni most már annak, ami a Fideszben történik, meg a Fidesznek a lenyomata. Tehát olyan erősen feszül egymásnak ez a kettő, hogy ezért mondom én azt, hogy például azt nem hiszem el, hogy rajtad ilyen nagy nyomás lenne. Bocsáss meg, mert a te körödben nem lehet. Ne provokált Pista, mert akkor újra... Csak a jegyzőkönyv... Sose érünk a végére. Egy perc, csak a jegyzőkönyv számára... Nem tudom, egy Szabolcsi falusi asszonyra mennyi átlagos nyomás nehezedik, de azért nekem is mondta már közeli családtagom tavaly a választások előtt, hogy hallod, ez a Soros is úgy kellett emlékeztetni, hogy a testvéremet meg engem is listáznak azokon a bizonyos listákon, amiről beszél. Nem azért, mert ez egy gonosz ember, aki minden szart megeszik, hanem mert csak ezt kapja az arcába. Nem elvárható egy ország teljes lakosságától, hogy mindig tisztában legyen minden nüanszal, aminek az ellenkezőjét hazudják neki. És én nem is várom el, én nem tudok ezért haragudni. De hogyha, csak a jegyzőkönyv számára egy dolgot, Pista. Világvége hangulata nem nekünk van. A vezírnek van világvége hangulata. Nem tudom, hogyha figyelsz arra, hogy mit beszél, arról beszél, hogy itt a világ vége, és ő megvéd bennünket a kerítéssel. Tehát, érted? Na, tehát most szólok közben, mert most már, én például már a Konok is azt mondta, hogy legyek kemény. Már a Konok is azt mondta, hogy legyek kemény. Tehát már tényleg egy jó negyed órával tovább tartott ez a téma, mint szántuk. Egy dologban értettünk. Egy dologban értettünk. És jogos. A magyarság megmaradása. Igen, egyetértek Kingával, és pont te, Sándor, pont érzed, hogy dobod el ezt a témát, jó? Látom már. Ami nem megvolt a megoldás. Látom a Hír TV-be, Pörzse Sándor, abszolút. Nemzeti sorskérdéseket tipor el. 5 perc hiányzott a megoldáshoz. Tehát még kész, de Pörzse bedobta a törő között. Hát ennyi. Megint okosabbak vagyunk, mint a kormány, és ezt nagyon jól tudjuk reagálni. Egy dologban értettünk egyet, bár itt elhangzott egy-két olyan mondat, amitől égnek át a hajom, de én most műsorvezető vagyok, tehát nem mondom el a véleményem. Tehát az pedig az, hogy ugye nagyjából megint csak a Duma van, és mögötte nincsen semmi, amit viszont a Fidesz elképesztően jól csinál. És hogy ezt hogy csinálja? Ezt úgy csinálja gyakorlatilag, hogy a Rogán Propaganda Minisztérium kitalálja a legutolsó fideszesig azt, hogy mit kell mondani. Ennek most szivárgott ki az egyik legcsodálatosabb példája, amikor az a szombathelyi politikus ember Kocka Tibornak hívják, azt mondta, hogy már pedig ő nem hajlandó a képviselőtársait aljas árulónak titulálni, vagy csak sima árulónak. Sima árulónak titulálni, és nem hajlandó mindenféle jelzőket állandóan elmondani, mert ha megfigyelik, akár melyik fideszes politikus bemegy, éppen aktuális, hát persze nem figyelik meg, mert szerintem ez pont az a közeg, amelyik nem nagyon nézi az M1-et, de mindig mindenkinek ki van adva, hogy mik azok a klisék, amiket el kell mondani, és azt mindenképpen elmondják. És a műsorvezető persze alá is kérdez, hogy jól el tudja mondani. Ezek a nagy dolgok, és vannak ezek a picik, úgy látszik már a bizottsági ülési szinten is. De hát emberek, ez működik. Emlékeztek arra, amikor működik. Egyszer nem működött? Volt egy olyan, az nagyon látványos volt. A keményen dolgozó kisember. Azt kitalálták, hétfőn benyomták, akkor Rogán adott egy interjút az M1-en, ahol nem tudom, tehát legalább 50-szer mondta el, 5 perc alatt az, hogy a keményen dolgozó kisember, és csináltak gyorsan egy felmérést, és kiderült, hogy ez nagyon ciki, tehát hogy ez kínos, és másnap megszűnt a keményen dolgozó kisember. Milyen rossz lehetett nekik, nem? Tehát azért biztos voltak, akik ebbe a kaszba tartoznak. De az sem mindegy, hogy ki mondja a keményen dolgozó kisember. Szóval ez a pont a Rogán szájából, nem? Szerintem ő az. Épp akkor szállt ki a helikopterből. De most képzeld magad elő, ő az. Tehát ő keményen dolgozó kisember. De senki nem szereti magát keményen dolgozó kisembernek tekinteni, tehát ezzel az a probléma, nehéz azonosulni. Na jó, de legalább egy ilyen 9 milliónál nagyobb fókuszcsoporton lehet dolgozni ezeken a politikai állításokon, nem? Le tudod tesztelni, másnap visszahívod, tutira mehetsz, mert hogy a saját állami tévédben azt futtatsz meg, amit akarsz. De ezek tényleg olyan egyszerű forgatókönyvek, tehát valóban, de csomó ilyen adatunk van, meg csomó ilyen elszólás, meg információ, hogy hát persze, listák vannak arról, hogy most éppen mi az aktuális szöveg. Egyrészt, hogy mondjam, a határozottan
lelkes, keményen dolgozó kis fideszes, az megfigyeli azt, hogy mit mondanak a főnökök, és akkor úgy is utána mondja, aki nem, az meg kap sorvezetőt hozzá. Tehát ez egyébként, most én igazán nem vagyok a NER nagy híve, de azért ez többé-kevésbé minden politikai rendszerre jellemző, ugye minél pluralistább és demokratikusabb talán annál kevésbé, meg egyáltalán annál röhelyesebbé válik. Tehát igazából az egészen szomorú, hogy ez a már-már sztálinista szintű ilyen szónomenklatúra, amit ezek használnak, ez jó, hát még így mi így felkapjuk rajta a vizet, meg röhögünk, vagy vizé sírdogálunk, vagy tetszés szerint dühöngünk, verjük a padlót. De hát alapvetően mégis így 2010 óta újra megcsontosodott. Előtte is volt mindenkinek ilyen szómágiája, szónomenklatúrája, amit használtak, hogyha én tényleg úgy gondolom, és akkor most a pörzse nem fog örülni, de nem tud visszabeszélni, mert műsorvezető, hogy az SZDSZ volt még mindig a normálisabb párt ebben az egész történetben, legalább a legsok színűbb, meg mit tudom, én borzalmasak voltak utána. Nagyon éreztem, hogy mikor kell kiszállni abban a székből. Nagyon jól esett, megmondom őszintén. Szevétség volt tőlem, de jól esett. Na mindegy, de hát azoknak is olyan szómágiájuk volt, hogy ihaj, tehát a könyörgöm egy SZDSZ-es politikus szövegéből ugyanúgy ki lehetett szedni azokat a lózungokat, azokat a nem is tudom, sorvezetőket, amik nem jelentettek semmit, csak az, hogy demonstrálja, hogy oda tartozik abba a politikai közösségbe. A Fidesznél ez meg hűségnyilatkozat. Ha nem használod ezeket, akkor elbuktál. Állandó bizonytalanságban vagy egyébként, hogy jól használod-e őket, állandóan gondba vagy azért, hogy amit megkaptál, az tényleg a megfelelő helyre, így lesz baromi fárasztó lehet. Tehát lehet, hogy a csávó nem csak azért szállt ki ebből részben. Én elhiszem neki, hogy ez már sok volt. Morálisan elfogadhatatlan. Tehát milyen rohadt fárasztó lehet állandóan rajta tartani az ujjadat a főnök érverésén, és azt figyelni, hogy nehogy valamit csinálja. Szegény Kumbéla, én szerintem ezt már a műsorban elmeséltem, amikor megtudta, hogy ő megírta reggel a Pravdába azt, hogy a szociáldemokraták mekkora osztályáról, az izvesztiával, hogy a szociáldemokraták mekkora osztályáról, és délután megjelent a Pravdába, hogy most már jobban vagyunk a szociáldemokratákkal, és csak ült a konyha közepén, szívta a mahorkáját, összepakolta a kis tatyót, és várta, hogy kopogtassanak, és persze kopogtattak is. Ilyen lehet. Borzalmas. Én nem sajnálom őket. Nekem, tudjátok, én lepődtem meg, hogy ezen így meglepődtek most sokan, meg úgy felkapták a fejüket. Tehát, de olyan szinten, hogy nekem elég jó pár ismerősöm indul most a önkormányzati választáson, polgármesternek nem, de kisebb, nagyobb településeken képviselőnek indulnak, és így írnak nekem, hogy nézd már, mit ír rólam a helyi sajtó. És így meg vannak lepődve, és hogy nézd, hát kiragadták azt a szót az izéből. Mondom, legalább örülj neki, ez egy létező, te elmondtad, mert ez még mindig egy jobbik eset, mint amikor egy hasra ütve történik valami, de ne viccelj, hát még szeretnek is tulajdonképpen. Szóval nekem az volt a furcsa ebbe, hogy mi olyan szinten vagyunk benne valószínűleg ebbe a darálóba, hogy nekünk ez ilyen hétköznapi, nem? Hogy bárkiről, bármit, bármikor, másnap a fordítottját, itt van ez a klímaügy is, nem? Tehát néhány hete még körberögtek minden haladót, hogy hol van itt izé változás, most meg már egyre zöldebb a Fidesz is, vagy az még nem, még a KDNP. Szóval, szóval nekem az a fura ebbe a történetben... Kihajtott ott oldalt. Ki? Szóval az a fura, hogy úgy tűnik, hogy mi nem igazán értjük még azt, pont amiatt, mert túl sűrűn vagyunk benne, hogy működik ez az egész, azokban a körökben, akik nincsenek benne ennyire. Ők most ezek, mert ugye nagyon sok ilyen hirtelen civil jelölt lett, és ilyen tágra merett szemmel nézik, hogy nem mondod, hogy a helyi lap, hogy ilyeneket írnak. És nekem ez annyira meglepő volt, és több ilyen visszajelzést kaptam. Szóval, hogy mintha ez a gonosz világ, kép, amit mi itt vágunk, az nem igazán érkezett meg még mindenhova. De most megérkezik, csak nekem ez ilyen meglepő volt. Én nagyon élénken emlékszem az első alkalomra, amikor kikerültem valahova ilyen gyűlöletkeltő szándékkal, az egyik gárda avató után, hát akkoriban alakult a Magyar Gárda, és több... Sanyi a műsorvezető, azt ugye mondjuk el... Meséljek róla, Kinga. Több gárda. Mert én legalább ott voltam, tehát tudom, hogy mi volt. Én is ott voltam, Bohóc jelmezben kivonultunk megzavarni az eseményt. Sajnos sose jutottunk igazán közel. És az egyik ilyen gárdaavató után, ahol én pont nem voltam Bohóc jelmezben, de volt egy kisebb atrocitás, kamerával ott felvettem, amit mások bohóckodtak, akkor éppen körülálltak. Valaki belerugott a kezembe, én meg káromkodtam egy iszonyú nagyot, és szépen kikerült a kurucinfóra, hogy én vagyok a buzi zsidó kurva, aki csinálja ezeket. Ezt csak azért mondom így, mert idézek pontosan. Ez volt. Azért a kurucinfó nyelvi leleményeit azt hiszem a mostani helyzetben szinte visszasírom. Ne, végül is nem, de szinte.
És akkor elkezdtek ömleni a telefonok, mert megtalálták a valódi telefonszámomat, és többség csak belekiabált, másokkal elbeszélgettem, mert akkoriban épp a tudakozóban dolgoztam, és hozzá voltam szokva, hogy idegesen felhívnak emberek. Úgyhogy mondtam, hogy én vagyok, miben segíthetek. Évekig ott dolgoztam, persze az egyetem alatt éjszakai műszakban, szuper volt. Ezért tartunk itt. Kérdéseinkre ilyen válaszokat kaptuk. És akkor szépen elbeszélgettünk egy csomó mindenkivel, ami egyébként nekem egy elég sorsfordító élmény volt, mert hogy nagyon sok emberről az derült ki, hogy nagyjából ugyanazok a problémái, mint nekem. Bizonytalanság, nem tud megélni, nem tudja, mit gondoljon a jövőről, nem érzi magát képviselve sehol, nem érzi úgy, hogy tudná hallatni a szavait. Meg volt néhány nagyon megrázó, ilyen igazán mély, ez amit emberi történetnek hívunk jobb híján, de már ez egy nagyon fáradt kifejezés. Mindenesetre az akkoriban akkora jelentőségű dolog volt, hogy akkor néhány napra én tényleg eltűntem a városból, mert nem is én is féltem, ijesztő volt. De hogy a környezetem annyira félt, hogy végül is valaki felajánlotta, hogy most húzzam meg magam egy vidéki házba, ott üljek ott, egy kicsit gondolkozzak az életemen. Most, amikor legutóbb zajlott egy ilyen gyűlöletkampány, már most nem is tudom melyik, talán pont a Cseh Katalint gyűlölték azért, mert én mondtam valamit az ő társaságában, de nem tudom, hogy azóta volt-e újabb. Azt már tulajdonképpen csak megnézem az értesítést, hogy már megint van, és így... Pff. És ez nem azt jelenti, hogy az embernek ez nem jelent semmit, hanem azt jelenti, hogy megszoktunk egy bizonyos stressz szintet, hogy hozzászoktunk ahhoz a fajta mondjuk minimum verbális fenyegetettséghez, ami az én esetemben talán kétszer vagy háromszor járt együtt fizikai atrocitással, ami egy igen alacsony szám 10 éves távon. Ezt legyünk őszintén, ez egy sikermutató. Sőt, volt olyan ember, aki 8 évvel később a kurucinfós eset után felhívott ugyanazon a telefonszámon, most is az van, hogy bocsánatot kérjen. Szóval le a kalappal, ez egy nagy dolog. Ez csak azt jelenti, hogy internalizáltuk ezt a stresszt, és nem csinálunk már vele semmit. De ez nem tűnik el, ez nem megy el nyomtalanul, és teljesen elhiszem, hogy amikor valaki újonnan lép erre a porondra, amin egyébként ilyen értem, mert én sem profiként vagyok jelen, mert nincsen sötétített üveges autóm, még ülök a BKV-n a gyerekemmel, és azon szurkolok, hogyha valaki oda akar jönni és pofán vágni, akkor legalább ne a gyerek előtt. Ha valakit a gyűlöletről tud beszélni, meg a következményeiről, az a Sanyi. De nem fog. Az az igazság, hogy baromi zavarban vagyok. A Sanyi most nagyon ráérzett a lelkemre ilyen szempontból, mert hát én ugye, nekem fogalmam nincs erről az irodalomról, tehát én csak olvastam ilyesmiről. És én annak idején, és most kezdek el, újabban kényszerülök bele abba, hogy ilyen helyzetekben, és ezt én nem gondolom provokációnak, hogy mégiscsak megszólaljon az ember. Mert egyrészt azt gondolom, hogy az érintettek is, az érintetteknek is van ahhoz köze, hogy ez milyen szinten eszkalálódik. Engem már akkor is halálosan zavart különben, hogy a politikusok egy része azzal árulta magát, hogy és akkor őt fenyegetik. Részben annak idején, amikor az történt, ami történt, akkor ugye de sokan megkérdezték, hogy miért nem szaladgáltam, meg miért nem égettem, meg miért nem fordultam a rendőrséghez, amikor egyébként a Kurucinfón arról szavaztak, hogy kit fognak előbb kinyírni az orosz Jóskát, ha még emlékeznek őre, aki egy kitűnő újságíró volt, de már Kanadában él, a Klubrádióban volt. Rádiószerkesztő 10 000 szavazattal nyertem különben, én 54 000-et kaptam, a Józsi kapott olyan 49 000-et, vagy mit tudom én. Tehát én azt gondolom, hogy az ember, tehát azt akartam mondani, hogy végül is, és inkább elkövetni, én nem bírok erről igazából beszélni, de hát néha nem bírom ki. Mostanában meg most mindenkit meg van fenyegetve, és fölakasztalak egy ilyen bábúval egy fára, és akkor az bár az egész sajtó erről beszél. Én tudom, hogy szörnyű, de szerintem az érintetteknek is van abban felelőssége, hogy mennyire dramatizálják azt a gyűlölet feelinget, ami ebben az országban van. Ez mennyire válik divattá, trendivé, hogy a politikus azzal menedzseli magát, hogy ő mennyire van üldözve. Hát igen, ebben az országban, ahol egyébként annak idején a 90-es években például, mondjuk még koalíciós pártok között is, hogyha a különböző politikai tényezők nem értettek egymással egyet, mert én ültem olyan koalícióba, ahol nem fogadták a köszönésemet. Mert nem voltam kellően SZDSZ-es. Most itt nehogy véletlenül valaki arra gondolja, hogy nem voltam kellően zsidó, hanem nem értettem mondjuk kellően egyet valakivel.
mondjuk például Zucman Tamás privatizációs miniszterségének az ügyében. És akkor aztán mondja, másnap nem fogadja a parlamentben a köszönésemet. Ez tényleg a hülyék országa. Ez a családban is így van sokszor. És itt kapcsolódnék ebben az értelemben ahhoz is, hogy ez nem igaz egyébként, és ennyiben mondjuk én értem a Pistának ezeket az érzéseit, bármi tévedés azt gondolni, hogy a fideszes jellemzően olyanok, mint amit most a Péter itt elmondott. Hát egy csomó embernek van meggyőződése, a fiataloknak is oda van kínálva. Ez az ország tényleg ebben az értelemben, most éppen Fischer Ádámnak tényleg igaza van, nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a saját személyes szabadságunkkal, és hogy kezeljük, mit gondoljunk az intézményekről. Hát most gondoljanak, itt nekem ez a kedvencem, amikor azt mondták, hogy itt él egy szlogán, hogy ebben az országban gangsterváltás volt, de rendszerváltás nem. És számtalan ilyen teljesen hamis tautológia. Az egy tény, hogy az ancien rezsimet én nem gondolom gangsternek. Most lehet, hogy messzire fogok itt most menni, de mindjárt abba hagyom. De igen, az ancien rezsim egy jelentős része, ugye tudják, mit jelent. Tehát az apparátus, a régi elit, a hatalomban lévők, a tudás birtokosai. Igen, a pártállam, az államkapitalizmus intézményeit működtető személyek, mondjuk a tiszai vegyi kombinátot véletlenül nem tudta volna elvezetni Tordján Józsi. Hát ki a szent szar volt te volna el? Az tény, hogy az elit hazudott, mert nem mondta el, hogy majd hogy születik a magántőkés és a kapitalista. És ebből adódóan miről szól a Magyarország 40 éve, vagy 30-valány éve? A szociális ígéretekről azért emlékezzenek vissza, attól, ami nekem tényleg a végső pont volt, hogy több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak. Emlékeznek erre a szlogenre? Ez már a gyalázatnak az első nagy, hogy plézéje volt. Azon pedig, kívül, de bejött, Sanyi, az mi? Bejött, az baromira bejött. Hát bejött, és azóta aztán ezek mind mennek. Azon kívül meg ugye miről szól a politika? A másik erkölcsi integritásának a megkérdőjeleződéséről. Azzal együtt, hogy egy dolgot, és akkor befejezem, mert nem tudom abba hagyni, hogy persze különös felelőssége van a mindenkori hatalomnak. Tehát azt is meg kéne már végre tanulni, hogy egy diskurzusban akkor van egyenlőség, hogyha szimmetrikusan vagyunk egymással. A hatalom felelőssége különös. Tehát az, amit mond most a hatalom, meg mond Orbán, meg mond a Fidesz, ahhoz képest, ha még én azt ugyanazt is mondom, innen erről a színpadról, és egyébként abból a nézőpontból, az nem ugyanaz. Az egyáltalán nem ugyanaz. Hát arról nem beszélve, és majd ez még téma lesz, hogy napok óta azon gondolkodom, hogy ilyen hülyeségeken, de tényleg lehet, hogy abba kéne hagyni ezt az egész francba, hogy hát hova menjünk? Hát hol beszéljünk, amikor egyébként az egyetlen úgynevezett ellenzéki televíziónak a sztárriportere, a herevasaló kreténnek a média tanácsadója, meg van alázva az ellenzék, és az ellenzék asszisztál ehhez, hogy ő meg legyen alázva. Melyik herevasaló kretén a sok ellenzéki közül? Egy vasalta heréjét, akkor beszéljünk. Jó, még egyszer mondom. Tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Tényleg nagyon nehéz helyzetben, nem mint ellenzék, hanem mint nemzet. Igen, ez tényleg kockáztatja a jövőt, mert egy ilyen identitás és gerincnek, és én más gondolok az identitásról, fontosra gondolom. Egyébként a személy identitás, az én személyes identitásom is összefügg azzal, hogy túlélem-e a jövőt. Így ennek a nemzetnek is, mert ez azért egy érték. Nagyon fontos, hogy mi van az identitásával, hogy hamis identitással tényleg el fogunk veszni. Sanyi mondta az előbb, hogy nagyon nem mindegy az, bocsánat, hogy milyen zaklatott voltam. Hogy itt erről a színpadról mondunk valamit, vagy pedig sok 100 millió forinttal kitömve, egy teljes kormányzati propagandát felhasználva, egy kormány mondat valamit a saját propaganda hatalom sajtójával, a hatalom mondatja valamit, és például a gyűlöletet ezekkel az eszközökkel táplálja. Itt van ez a plakát, ugye, amin összemossák Puzsért, Karácsonyt és Berki Krisztiánt. Ugye, észre se veszik nagyon-nagyon sokan, hogy Berki Krisztián teljesen nyilvánvalóan a Fidesz kitalált embere, hát nem kellett persze annyira kitalálni, de nyilván ők rántották be a rendszerbe, mert ha 2-3% elveszettől a 2-3, ezektől az emberektől, a Pista nem ért velem egyet, de majd akkor elmondja. Már megérte, mert egy ilyen hülyét be tudnak vonni ebbe a rendszerbe, aki nem tehet róla, mert nem ő tehet róla. Ez egy beteges, szánalmas ember,
aki örül, hogy tök mindegy, hogy mivel, de ott van a médiában, ott van a lapok elején, és még erre is hajlandó. És nem veszik észre, vagy észre lehet venni. Pont most van kint azoknak a induló műsorának a óriás plakát kampánya is, pont most, amelyik majd ugye pont ebben az időszakban fog elindulni. Ilyen véletlenek nincsenek, vagy én ebben nem hiszek. Pont ezt akartam mondani, egyetértettem vele, csak azért, nem tudom, mit csináltam, mozgott a fejem valamilyen irányba, mert hogy szerintem is ez ilyen dupla fedelű média hack, tehát a plusz politikai, tehát ez ilyen sokat egy csapásra, de nagyon ilyen szempontból ügyes, mert valóban most indul majd a Berkinek a valóság súlya, és hát kell lennie jobb felvezetés. De ja igen, ott mozgott a fejem, hogy mondtad, hogy majd elvesz százalékokat. Nem fog elvenni, mert ugye nem fogja összegyűjteni, vagy nem gyűjtötte össze a szükséges ajánlásokat, tehát nem fog indulni. Ilyen szempontból nagyon aljas, hogy ezt már mindenki tudta, és akkor a Fidesz két nappal a aláírásgyűjtés lezárulta előtt rakja ki az óriás plakátokat, amik persze végig ott fognak maradni, úgy, hogy közben a Belki Krisztián, akivel össze krisztiánoznak ott mindenkit, ő már nincs benne a játszmában. De nekem meg kéne védenem Belki Krisztiánt, te most nagyon sokat beszéltél. Nem baj, egy mondatot elmondani, akkor befejezem is kussolok. Az egy rémálom, és ez az igazi rémálom, hogy a Puzsérról ugyanazt mondja az ellenzék, mint amit a hatalom. Na tudod, ennyit ér egyébként az ellenzék is ebből a szempontból. Na, ez tényleg egy mondatot. Szóval én megnéztem Berki, megmondom, azt tudtam, hogy van Berki Krisztián, mert ez a herevasalás, ez nekem is na, megvolt. De megnéztem, hogy ki a franc, ez a Berki Krisztián. Ezt hogy érted, hogy neked is megvolt? Majd ezt megbeszéljük. Egyébként klassz. Telefonszámot adtad. Megmutatja. Már a Szijjártó fodrászának is elkértem a telefonszámát, úgyhogy... No, szóval megnéztem a pályafutását, ami hát van neki, ez egy ilyen teljesen érdektelen, valóban egy ilyen reality showman, meg mit tudom, és aztán ugye elkezdtem gondolkodni azon, hogy most mondok ilyen neveket, hogy... Nem valami sikeres sportoló volt ez még előző életében? Ne, te tök mindegy egyébként. Berkli Krisztián egy Niemand. Ezzel nem fogunk összeveszni, de megnéztem ilyeneket, hogy Rogán Antal, meg Szijjártó Péter, meg Kás, jó, a Káslernek volt valami. Megnéztem egy csomó ilyen fidesznyiket, nem csak fidesznyiket egyébként, egy csomó ilyen sehonnan jött politikust, akik azzal kezdték az egész életüket, hogy politikusok lettek, és kiválóan el tudom képzelni Berki Krisztiánt egy fideszes kormányba, egy koalíciós kormányba, egy bármilyen városvezetésben, pont olyan jelentéktelen senki, mint a többi. Ugyanakkor meg én szeretném megvédeni Berki Krisztián jogát, miért ne indulhatna ő a polgármesterségért? Nyilvánvalóan nem fog egyébként, persze, hogy nem csak azért, mert nem szerezte meg, hát az előbb itt lehetem kutyapicsázva, hogy ilyen csúnyákat gondolok a fideszesekről, hogy mind mekkora seggfej. Tényleg ezt gondolom, de hogy árnyaljam a dolgot, azért azt nem gondolom, hogy van olyan fideszes, aki Berki Krisztiánra szavaz, vagy egyébként nem fideszes, tök mindegy. Mert tudom, hogy elvileg ellenzéki jelölként próbálták meg ebbe az egészbe beleállítani. Ez egy játék. A Puzsérral szemben ugyanezt nyomták állandóan, hogy milyen alapon indulhat, kitúrja, elveszi a lehetőséget a Karácsony, illetve hát az Egyesült Ellenzék megszentelt jelöltjétől. Mindenkinek megvan ez a fajta személyisége, joga, tudom én, ez egy ilyen állam elvileg még itt lehet csinálni. Tehát miért pont ne Berki Krisztián, hogyha annyi kontraszelektált kretén idióta ül a magyar úgynevezett elitekben. És igenis, Tordjál József is el tudta volna irányítani a tiszai vedi komirátot, mert ő mindent el tudott még annak idején irányítani. Ezek ilyenek, ezek odarakják őket, elműködnek. Szóval én barátom anarchista, ne vegyék komolyan. Szeretném, ne, az anarchistákat komolyan kell venni. Szerintem szeretnék Berki Krisztiánnak igazságot. Én érzek egy mély iróniát abban, hogy a Cöfi plakátokon ugye az szerepel, hogy ezek mind bohócok. A Cöf pedig egy olyan kormánynak a kesztyűbábja, amely kinevezte a Fekete Péter nevezetű bűvészettudományok mesterét kultúrpolitikusnak, aki egyébként viszonylag ügyesen zsonglőrködik továbbra is a kemény vonalas fideszes kultúrpolitikával és a saját egyébként meglévő valós szakmai tudásával. Nem lehet igazából érteni, hogy a trükkjeink kívül végülis mi szándéka van egy egyébként tudással és teljesítménnyel rendelkező embernek ebben a kormányzatban. De minden esetre ez egy sajátos szóválasztás, ami Berki Krisztiánt illeti, még mindig sokkal jobban járunk, mint azokkal a karrierpolitikusokkal, akik szórakoztató szakemberből végül is valóban működő politikusok lettek, és bebizonyosodott, hogy horrorisztikus eredményeket hoznak. Itt nem viccpártokról beszélünk, hanem olyan
úgy szóval kizárólag szórakoztatásra szakosodott, de egyáltalán nem ironikusan vagy elmésen induló jelöltekről, mint a kiemelt tehetségű Donald Trump, vagy gonosz ikertestvére Boris Johnson, és még más hasonló, vagy akár az emlegetett Tordján úr, aki tulajdonképpen... Én a Johnson bírom. Hát figyelj, hogyha neked... Már korábban is vitatkoztunk, milyen őszintén rasszista, önhitt és aljas emberek szórakoztatási képességéről. Tordjánt is bírtam. A Tordján is egy nagyon szórakoztató spektákulum volt, hogyha soha életében nem kapott volna miniszteri széket, akkor úgy ment volna, úgy vonult volna be a magyar politikai emlékezetbe, mint aki egy üdes színfolt volt. De végül is volt miniszter, és annak igen komoly tarlóégetés lett a vége. Mindegyiknek az. Ezekkel legalább lehet röhögni. Tudom, hogy teljesen mindegy, csak ez nem a CÖF-nek a plakátkampánya, hanem ez a Fidelitas önálló. Bocsánat, valóban. Plakátkampány. Jó, de az előzmény. Tehát ez most nem a CÖF plakátja, ez a bohócos? Fidelitas. Én azt hittem a CÖF-i. Dezinformációt terjesztettem. Az előző, a vonás. Kihúztuk a fake news méreg fogát, úgyhogy... Egy iskola. Jó, én azt gondolom, hogy abban igazatok van, de nem is akarok, mindegy, most meg annyit. Szóval a Berki üzletileg egy abszolút egy komoly csávó, tehát ez egy jó üzlet a számára, üzletemberként ezt jól navigálta, egybeesik ugye a show, a valóság show, vagy mi a szent szar, a műsora a tévével, ebben az értelemben logikus volt. Ez szerintem politikai értelemben viszont abban az, annyiban volt értelmes, amennyiben döntően nem önöknek, meg nem az érdekteleneknek, hanem a Fidesz szavazók egy részének sikerült azt prezentálni, meg előkészíteni, meg hangulatilag körülágyazni, hogy ez a főpolgármester választás, ez egy értelmetlen izé, ez egy bóckodás. A mi Pistánk az zseniális, a kérdés nem is kérdés, ő neki főpolgármesternek kell lennie, ez a saját választóknak szól, az az észre kell venni, hogy mi szól, és kinek és mi szól. Ezt bele kell kalkulálni. Tehát ilyen értelemben ez is egy racionális döntés volt. Nem véletlen, hogy tényleg a Fidesz nagyon megküzd a szavazókért. Hát azért azt hiszem, hogy észre lehet vehetni, hogy a választókörzetekben is a polgármester jelöltek egy jelentős része, minthogyha egyszerűen kilépett volna a Fideszből, nem tudom, hogy föltűnt-e, és kinek mennyire tűnt föl. A város nincsen tele narancssárga plakátokkal. Mindenki hirtelen civil lett. Még azok is egyébként érdekes módon, nem tudom, hogy ez a döntés hogy született meg egy ilyen központosított rendszerbe, bár minden pártrendszer központosított, és ez egyébként nem a bibliai utálatos, nehogy félrejtés legyen, de mondjuk egészen jól álló polgármesterek is, nem akarok itt most neveket sorolni, szinte kihívó nélküli polgármesterek is, elhagyták a Fidesz logót. Nincs Fidesz logó, zöld van, meg kék, egy csomó helyen, sőt a helyek túlnyomó többségén. Itt a városban megérthető különben, hiszen elvileg itt több ellenzéki szavazó van, mint Fidesz szavazó kerületekben is, meg összességében is. Úgyhogy az meg persze, hogy milyen üzenetekre vagyunk változatlanul fogékonyak, ez egy másik történet, és ezért tartom egyébként azon az egy mondaton túl nagyon kártékonynak, nagyon károsnak, végtelenül kontraproduktívnak, és hosszú távon is teljesen értelmetlennek, károsnak, nem tudom többször elmondani, hogy a Puzsér úgy van kezelve az ellenzéki politikában, mint ahogy most kezelik a Robit. A Robi egy releváns jelölt. Olyan, amilyen. Lehet szeretni, nem szeretni. Egy magyar állampolgár, hát tetszik, igen, én képes vagyok ezen túllépni, kedves Péter, igen, hogy egyébként, hát hogy mondjam, megvan a véleményem arról, hogy mit képvisel, meg mit gondol, meg hogy viselkedik sokszor, félreértés ne legyen, nem lettem bele szerelmes, nem ezt jelenti, mint ahogy senkit nem kutyapicsáztam le, téged se. Azzal, hogy azt mondtam veled szemben, hogy egyébként a Fidesz szavazók között, meg aktivisták között nem úgy néznek ki, mint ahogy te képzeled. Na szóval én azt gondolom, hogy igen, komolyan is, nem formál logikai alapon, meg pusztán, ha úgy tetszik, emberjogi, meg közpolitikai, meg alkotmányos alapon joga van elindulni valakinek, bárkinek, aki hisz abban,
amit képvisel, és van mondandója arról a városról és arról a világról. Még akkor is egyébként, hogy persze a Robi is egy nagy barom, amikor azt mondja, hogy a Fidesz és a Karácsony Gergő, vagy a Tarlós és Karácsony Gergő egy kutya. A Robi van annyira szofisztikált, hogy mondjuk meg képes arra, hogy fölfogja, hogy az persze egy nagy bénaság, hogy a Karácsony meg tudta azt oldani, hogy olyan ügyet húzott magára ezzel a parkolási üggyel, amihez az ég adta világon semmi köze nincs, és a bűnözők kiáltják ki őt bűnösnek. Ez mondjuk a politikai tehetségtelenséggel függ össze. De nem függ össze azzal, hogy Puzsér Robert legitim. És az ellenzék, ha demokrata tényleg, akkor nem tekint rá úgy, ahogy rá most tekint, és ahogy beszél róla. Jó, itt van azért egy nagyon komplex... Van azért ennek egy nagyon komplex és szándékosan nagyon komplex és nagyon-nagyon sok csapdával bíró háttere, és én most nem fogom elmondani a részletes véleményemet Puzsér Robertről. Mindenkit meg... Nem tudjátok, mert én nem teregettem ki, mert egykorom barátok valánk, és vele ellentétben én nem szándékoztam. De kigabb, 5 éve együtt dolgozunk vele. Most nem az a napirend, hogy a Robi úgy egyébként milyen. Szóval, hogy ezt most félretéve, a helyzet úgy áll, hogy körzetátrajzolásokkal, a választási törvény széné módosításával, úgy az önkormányzati, mind az országgyűlési választásokon és a töredékszavazatok újraelosztásával, meg átmatekozásával a Fidesz tulajdonképpen bebiztosított egy többségelvű rendszert, amiben minél nagyobb szereplő vagy, annál nagyobb kedvezményeket kapsz. Azaz írtózatosan nehéz a legnagyobb szereplőt megverni, vagy akár csak lecsípni belőle. Ebben a helyzetben én mindig azon a véleményem voltam, hogy az előválasztás az olyan, mint az előváladék, az senkinek nem fog tetszeni soha. Senki nem vágyik rá, nincsen funkciója, kivéve bizonyos, nagyon kétségbejtő helyzeteket. Ez azokra a helyzetekre van kitalálva. Egyébként ugye a magyar választási törvény is, mint ahogy Orbánéknak minden szemérmetlen, fantáziátlan importja, gátlástalan egy az egyben észak-amerikai republikánus import, ezek soha semmit, hogyha annyira védenék a magyar kultúrát, akkor nem vennének át mindent a Tea Party nagyfejűektől, de most ez történik. Csak azért van szükség előválasztásra, mert ebben a rendszerben nem lehet tisztességes körülmények között több kompetens jelöltnek megméretkeznie. Amikor Puzsér nem áll bele az előválasztásba, és azt mondja, hogy ő már pedig igenis kizárólag külön hajlandó indulni, miközben egyébként alakíthatta volna akár a körülményeket, tárgyaló képes pozícióban volt, akkor ő nem hajlandó tudomást venni, B, élni akar azzal a lehetőséggel, hogy már pedig ebben a rendszerben több potens jelölt, hogyha az ellenzéki oldalon indul, akkor a kormánypárti jelöltet erősíti. Én hányok ettől a rendszertől, és mindig hánytam a választási matektól. Én tulajdonképpen azért csináltam világéletemben ilyen kézműves, otthonkotyvasztós, lassú újságírást, mert ez majdnem kevésbé érdekel, mint a foci. Nem tudom, mi érdekel, talán az űrutazás egy kicsit kevésbé érdekel, mint a foci, de messze ott van a választási matek is. De ezt most nem lehet figyelmen kívül hagyni egy ilyen választási rendszerben, és ő pedig nem volt hajlandó ebbe a játékba belemenni annak érdekében, hogy legyen egy esélyes jelölt. Nem volt hajlandó belemenni ebbe a játékba, mivel eleve nem fogadta el azokat a játékszabályokat, és nem fogadta el a játékosokat, és ebben teljesen igaza volt. Igazából persze, itt igazából várják. De a választási törvényen már végig, nincs mit kurvára mindegy. A választási matek, ha szar, akkor nem kell részt venni a választásban, akkor bojkottálni kell a választást. Ez kellett volna az összes eddigi választásoknál, hogyha az ellenzéknek lett volna vér a pucájában. Nem volt nekik, meg kellettek a zsíros tallumok, tök jót bent ülni ezekben a dolgokban. A rohadt életben, hát tényleg ne csináljunk már úgy, mintha most a Puzsérnak le kellett volna, én nem egyébként ezért rendben. Hát akkor menjen bele az előválasztásba, és nyomja le a Karácsonyt. Tényleg, hát, igen, de hát lenyomatta volna ő a Karácsonyt. Tehát micsoda aljas propaganda hadjárat volt a Puzsér ellen a Nyugati Fényen, meg a Hírhugó, meg az összes. Ugyanaz a szöveg, mert nagyjából, mint a 888-on, meg a pesti srácokon, ugyanazon a szinten csinálták. Hát ki megy bele egy ilyenbe? A Puzsér valójában tényleg, ő azt mondta, hogy ő le akarja váltani ezt az egész politikai garnitúrát, én ezzel szimpatizálok. Amit a Puzsér pozitívan állít, azzal egy csomó dologgal nem szimpatizálok. A Sétáló Budapesttel speciál, igen. De ez tök mindegy. Hát mint autonóm politikai erőként lép fel, akkor mi a francér kötött volna ezekkel az ősbülényekkel, meg az emberekkel, bármiféle választási szövetséget. Most mondtam el, Péter.
De Kinga, aki a Puzsérra szavaz, az nem szavaz, vagy a Karácsony Gergely, az nem az a réteg, aki gondolkodás nélkül elmenne szavazni a Karácsonyra. Sőt, nem menne el. Tehát a Puzsérra, akik szavazni fognak, nem lesz túl sok szavazata nyilvánvaló, hiszen elég nyögvenyelősen jött össze. Mondjuk az lehet, hogy aki Berki Krisztiára leszavaz, az a Tarlósra azért szavaznak. De hogy szerintem a Puzsér szavazói nem mennének el a Karácsonyra szavazni, ahogy én sem. Én ebben nem vagyok biztos, hogy a Puzsér, hogyha belement volna egy ilyen játékba, és vállalja azt, hogyha ő nem nyer az előválasztáson, akkor hajlandó a közös jelöltet támogatni, akkor ne lett volna hatása a saját támogatói táborára. Nagy aljas szarkeverés ment végig. És aztán nézzük, mi lett a végeredménye. Mi például a 17. kerületben megkaptuk Gyénémet Erzsébetet. Jó, hát köszi szépen. Tehát aha, tök jó. Én jól jártam, én a Pikót kaptam a 8. kerületben, és boldog vagyok vele. Szóval tényleg hiányzik egyébként 800 vagy 1000 évennek a nemzetnek a történetéből, mondjuk például a beszélgetések tematikáját illetően. Mert most az, hogy mit történt, meg hova kerül Gyénémet, meg nem tudom mi, hát ez egy dolog. Meg egyébként Kinga, azért a foci sokkal távolabb van mondjuk ettől a helyzettől, mint a választási rendszer. A választási rendszer ez egy törvény determinálja, határozza meg, amiben mindenféle politikai erőknek az áldásos és nem áldásos tevékenysége van. Lehet erre azt mondani, amit a Konok mond, hogy és akkor nem kéne bemenni. Magyarországon az elmúlt 100 évben kétszer volt olyan, hogy egyébként az ellenzék kivonult a parlamentből. Nem kell hozzá túl sok fantázia különben, nem kell analógiaként erre tekinteni, de ez körülbelül annyit jelentene, vagy kicsit még tekertebb lenne a helyzet. Az íg ott a világon semmilyen politikai következménye nem lenne, annyi lehetne, hogy itt ülhetnénk, és itt az sem biztos, hogy ülhetnénk. De én még azt is mondhatnám, hogy kikérem magamnak, de hát nem ülök a parlamentben, hogy az ellenzéki politikusok csak azért ülnek ott, mert egyébként a koncra vadásznak. Ha te esetleg ellenzéki politikus lennél, vagy a parlamentre Kizárt. Gondolsz, akkor te csak a koncról beszélsz, vagy a koncra gondolsz? Igen. Szartott, hát Petikém, akkor... Akkor igen, most ez egy önvallomása fölért. Sándor. Hát most magadról beszélsz, nem róla. Ott a parlamentben? Hát mert nem tudsz. Nem tudsz annyi szavazót gyűjteni. Lett volna rá lehetőség. Ez a mágában hát az a végtelenül amorális és gusztustalan dolognak tartom. A lett volna rá lehetőség. Hát ez, végtelenül na mindegy, gusztustalan amorális ez az dolognak dolog. Tartom. Azt, a hogy emberek azért, hogy elvileg minket képviselnek, valójában pedig nem csinálnak semmit, csak szlogeneket nyomnak arról, hogy milyen szar az a kormány, mindent lényegében asszisztálnak, legitimálják ott, abban a rohadt parlamentben a jelenlétükkel eljátszák a demokráciát, holott itt kurvára nincs már demokrácia, eljátszák a parlamentarizmus, holott itt rohadtul nincs parlamentarizmus, most el fogják játszani az önkormányzatiságot, amit most fognak felszámolni, és ez az ellenzék gyönyörűen asszisztál. Hát és ennél csak egy nagyobb... végtelenül amorális szarnak tartom. Ez egy nagyon jó szöveg egyébként, csak nagyjából nulla a tartalma, ha és amennyiben a politikai rendszerből kivonul az ellenzék, akkor nagyjából az illegalitás van, és nincs is semmiféle alternatíva. Ellenben egyébként az nagyjából azt jelenti, de akkor mondjátok ki. De legyen már annyi vér a izétekbe, de hát ezt nyilván nem ismeritek, mert nem is vagytok hülyék. Hát akkor fegyverbe, elvtársak. Tényleg? Tényleg? Komolyan? Komolyan? Legyen ez a végszó, drágáim. Ez az egyik. Nem. Egy dolgot muszáj elmondanom. Nevezetesen az, hogy az előválasztás ebből a szempontból nem hókamóka. A többé-kevésbé azért valamilyen módon álló demokráciáknál ezek évtizedes intézmények. Egyébként a Puzsér maga is kezdeményezte egy darabig az előválasztást. Ha az ember kimegy és beleáll egy küzdelembe, akkor bizony azt a teret is el kell vállalnia. Amikor azt mondja, a Puzsér, tényleg gondold már végig azt a mondatot, amit az előbb mondtad, a Puzsér egyedül leváltja ezt a politikai elitet. Kim Il-sung lesz? De nem erről, hogy lesz az? De nem erről van szó. De ezt mondta. Nem. Csak mutat egy alternatívát. Nem arra bocsáss, hogy fog egyedül Pista, leváltani. A Konokot kérdeztem. Ő neki elhangzott az előbb egy mondata. Hát ilyen egy ilyen műsor. De nem ilyen. Hát ilyen, igen. Én meg ezért neki belekaratja, ugye nem hallgat a műsorra. A Konok azt mondta, én most ezzel erre kérdeztem vissza, hogy a Puzsér egy szál magába, hogy váltja le az egész politikai elitet egyébként, mondjuk frakció is, tehát meg kell szerveznie magát. Én azt gondolom, a Robi helyében egyébként, és a te helyedben se nem nyafognék, hanem elindulnék 5 év múlva is, elkezdenék építeni egy társulatot, egy csapatot, egy politikai alternatívát. Ezt nem lehet 3 hónap alatt összerakni, azzal egyébként, hogy belefingok a nullás lisztbe, bár nagyon hitelesen teszem. Válaszolatok a kérdésre? Csak röviden, Péter, mert végül. A Puzsér, alapvetően én nem akarok a Puzsér helyett gondolkodni, meg
a Puzsér helyett beszélni. Nem arról szólt a történet, és ennyire ő sem naív, nagyon ismerjük a Robit, azért nem ismerjük, de azért annyira ismerjük, hogy tudjuk, hogy nem naív. A Puzsér nem azt mondta, hogy ő leváltja a politikai alternatívát, hanem megmutatja ennek az egész történetnek a romlottságát, megmutatja azt, hogy mi ezzel a probléma. A Puzsér nem abban gondolkodik véleményem szerint, hogy ő majd odaul a főpolgármesteri székbe, és kisöpör onnan mindenkit. Megjegyzem, ez inkább az ellenzék lózungja, ha mi megnyerjük Budapestet, vége a Fidesznek. Ugye naponta látok ilyeneket, a Fidesznek már meszeltek. Hát nem úgy néz ki sajnos, hogy meszeltek. A Puzsér azt mondta, hogy ez egy romlott politikai rendszer, ez egy nagyon rossz struktúra, amit te most itt felvázoltál, ez ennek a struktúrának a továbbélése. Hogy majd locsolgatom a kis virágaimat, kinőnek majd 5 év múlva, 10 év múlva, mit te valamikor, és akkor majd egyszer átvesszük a rendszert. Ez nem jött be, ez kurvára nem jött be. 10 éve itt mindenki locsolgat. Na, a virág az ilyen. Hát egyszer, ilyen szarlocsolók vagytok. És hát egyszer majd megkérdezzük erről magát Puzsér Robertet is, mert szerintem nem sokára itt fog újra közöttünk ülni. Nagyon köszönöm, hölgyem, és uraim, hogy... De a közönség kérdezhet. Jelen voltak, igen, de magát a műsort le kell zárjam, kedves Sanyi, ne rendítenskedj már állandóan, légy szíves, mert hogy ez egy internetes, televíziós adás, és annak van eleje, meg vége. És most ez a vége. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket. Találkozunk még itt ugyan. Nem pont ugyanebben a felállásban, de biztos, hogy még jövünk vissza. Köszönöm szépen.